A ma esti webkonferencia témája a vérképzés, mieloma multiplex, plazmacitóma, és mindezt a Germán gyógytudomány tükrében fogjuk megtudni, meglátni. Én azt hiszem, hogy a mai webkonferenciánk témája egy nagyon komoly és nagyon sokakat érintő történet, hogy mi áll a vérképzés problémája mögött, hogyan lehet ezt értékelni Germán gyógytudománnyal, illetve egyáltalán mi a Germán gyógytudomány kifedezte fel, miért jó ezt tudni, ismerni, akkor, amikor még egészségesek vagyunk, legfőképpen a megelőzés lenne a legfontosabb része a Germán gyógytudománynak, hiszen ha tudom, hogy minden, amit megélek, megbetegíthet, akkor ezeket a helyzeteket tudom kezelni, el tudom kerülni, és sokáig egészséges maradok. De akkor, ha már problémám van, testi tünetem, akkor a legfontosabb az ismeretek megszerzése, és ebben segít nekünk is. Ma is, ma este is dr. Budai László Károly, szabadfoglalkozású orvos, természetgyógyász, életmódtanácsadó, Germán gyógytudomány terapeuta, és ha szabad így fejezni, kifejeznem magamat, mindenki karesze. Tiéd a szó. Köszönöm szépen Rékának a bevezető gondolatokat. A vérképzésről, a csontrendszerről és a vérképzésről volt már webkonferencia, és ott megemlítettem a mieloma multiplexet egy mondat erejéig, de hát sok ezzel kapcsolatos történettel találkoztam, és amikor ebbe beleástam magam, akkor el kellett jussak a plazmocitómáig, az amiloidózisig, sőt, még a szarkoidózisról is lesz szó a mai napon. Ezek, tudom, hogy laikus ember fülének nagyon érdekesen hangzó szavak. Elnézést kérek érte, megpróbálok nem túl tudományos lenni, és nem túl szakmai lenni, hanem olyan szinten összefoglalni mindazt, ami ide tartozik, hogy az mindenki számára érthető legyen. És ilyenkor örülök, bocsáss meg, Karesz, hogy nem végeztem orvosi egyetemet, nincsen egészségügyi szakképesítésem, és ha szabad vállalnom, és remélem mindenki bólogat most a képernyők előtt, akkor én a naív laikus közönséget fogom képviselni, és mindenkinek mindig most megígérem, hogyha valami kimondhatatlan latin nevű dologról fog Karesz beszélni, akkor rákérdezek, hogy ez mit jelent. Akkor figyelmeztesse mindenképpen. Remélem, hogy a mai előadás végére is mindenkiben legalább annyi bizonyosság kialakul, hogy valójában akármilyen furcsa nevű dolgokról is beszélünk, a germán gyógytudomány ismeretével ezeket a dolgokat teljesen tisztázni tudjuk, és meg is értjük, hogy a dolgok miért úgy vannak, ahogyan vannak. A germán gyógytudománynak az atya, dr. Rike Gerdhammer, aki valami olyan csodálatos dolgot írt le számunkra, hogy igen, meg kell ismerjem, amióta látom a biológiának, a testünknek a logikus felépítését és működését, azóta élvezem a medicinát, és büszkén vállalom, hogy orvos vagyok. Ezzel nem voltam mindig így, amikor nem tudtam az emberek kérdéseire értelmes választ adni. Válaszolni mindenre tudtam, persze az ember ott legbelül tudja, hogy ez a válasz mennyire igaz, vagy mennyire sántít. Dr. Rike Gerdhammer az élete tragédiájának köszönhette ezt a több mint Nobel-díjra érdemes felfedezést. A 19 éves fia 1978. december 7-én halt meg a karjai között, pedig 111 napon keresztül Hammer doktor mindent elkövetett, hogy megmentse a fia életét, mint tudjuk, az olasz trónörökös teljesen ittas állapotban két pisztolylövéssel halálosan megsebesíti a Korzika melletti Cavallo szigeten ezt a fiatalembert, ezt a 19 éves fiút, és a fia halála után Hammer doktornak két hónapra rá
kialakult egy heredaganata, ami hát természetesen teljesen lesújtotta, és elgondolkodott azon, hogy valami kapcsolat kell legyen az ő heredaganata és a fia elvesztése, halála között. Nos, az élet úgy hozta, hogy egy rák klinikán dolgozott a következő évben, és ott minden daganatos beteget kikérdezett, de másképp, mint addig. Ugye ő belgyógyász főorvos volt, és rájött arra, hogy minden daganatos betegnek a daganat kialakulása előtt volt egy olyan váratlan, meglepetésszerű eseménye, története, amiben benne ragadt, és nem tudott belőle kimászni. És ez vezetett el oda, hogy 1981-ben a rák vastörvényét Hammer doktor számunkra hát bemutatta, leírta 1981 őszén, és ennek a lényege az, hogy nem külső tényezők miatt indul el egy daganatos betegség, hanem igenis belső fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások miatt. Tehát az öt tényező az, hogy drámai, hirtelen, váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, amit magányosan élünk át, és benne ragadunk a konfliktusban. Most kérem, mindenkinek esélye van még arra, hogy holnap is, meg reméljük 50 év múlva is, lesznek megrázó eseményei az életében, de az, hogy meddig maradok benne a konfliktusba, és hogy mennyire elszigetelten élem én ezt meg, ez csak is kizárólag tőlem függ. Vagyis ha ez az utolsó két dolog nem teljesül, akkor a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével nem indít el egy olyan szintű szervi elváltozást, aminek a gyógyulásában már betegségekről beszélhetnénk. A lélek agyszervtengelynek a leírása Hammer doktornak az a gondolata és az a bizonyított törvényszerűsége, ami teljes paradigmaváltás a medicinában, hiszen rájövünk, hogy nem ismeretlen, gyógyíthatatlan és halálos betegségeink vannak, hanem a dolgok annak, ha tudom az okát, és ha a dolgok okával foglalkozunk, akkor azt meg is tudjuk oldani. Vagyis egy érzelmi konfliktus, egy félelem volt az, amiben benne ragadtam, és elindított az agy közvetítésével egy szervi választ, akkor természetesen én ezt érzelmileg rendbe teszem, akkor fog ez az egész biológiai szinten is rendbe jönni. Én azt hiszem, ez egy fantasztikus jó hír, hogy ugyan én betegítettem meg magam, de én is tudom önmagamat rendbe szedni, ha megengedem a biológiám számára, hogy ezt megtegye. Természetes mindenki most azt mondja, hogy ne engedném meg. Igen ám, de ki kell lépni abból a konfliktusból. Ki kell lépni a félelem zónából, és végre az életünket nem a félelem, hanem a bizalom kéne irányítsa. Hát itt most nem megyek bele tovább, mert a DHS-ről és a diagnózis sokról külön webkonferenciákat tartottunk az elmúlt évben, csak utalnék rá, hogy van bőven miről beszélni. Itt most további részletekben nem megyek, de van még egy nagyon fontos dolog, mégpedig a sinek kérdése. Ugye a sinek azt jelenti, hogy rögzülnek azok a körülmények, amelyek a konfliktus pillanatában kialakultak. Lesz a mai esetbemutatáson is szó erről. Látni fogjuk, hogy a sineknek milyen elképesztő szerepük van, de ez is a túlélésünkért van, nem a szivatásunkért, azért, mert a sinek emlékeztetnek valamire, amit még nem oldottunk fel. Tehát ha valakinek fém allergiája van például a bőrén, érzékeny a fémre, akkor nem a fém a hibás, hanem az az elválasztási konfliktus, amiben a fém mint tanú jelen volt, és ha megoldom az elválasztási konfliktust, eltűnik a fém allergia is. Tehát ezért lényeges tudni azt, hogy a sinek azok a konfliktusra utalnak, arra mutatnak, segítenek ezt megtalálni, csak kérdés, hogy mikor leszünk hajlandóak egy másfajta gondolkodással, egy másfajta életet elkezdeni. Mert ameddig a gondolkodásunkon nem változtattunk, kérem szépen, addig semmi, de semmi nem fog megváltozni. A lényeges kérdés az is, hogy nem a
történet maga számít, hanem az én megélésem. Mert az egyetlen valóság a biológiai testem számára az, hogy én mit éltem meg. Nem az, hogy mi történt, hanem hogy én arra hogyan reagáltam. Ez fogja eldönteni, ez a lelki megrázkodtatás, hogy az agy közvetítésével milyen biológiai választ kapunk, és erre a tanfolyamokon mindig mód nyílik, hogy kiderüljön, hogy mindenki másképp reagál ugyanarra a történetre. Az is egy lényeges kérdés, hogy két szakaszban zajlik minden ilyen értelmes biológiai különprogram. Kérem szépen értelmes, mert mindennek a túlélés és a faj fenntartása az értelme. Biológiai program, mert hiszen a biológiai testünkben zajlik, és külön program, mert különben nem indul el, csak ha én elindítom. A nyugalmában vagy unalmában senki nem fog megbetegedni. De ha van egy DHS az életében, amit még mindig nem oldott meg, akkor az a kérdés, hogy ezt mikor hajlandó feloldani. Amíg ez nincs feloldva, természetesen érzelmi, lelki megrázkodtatásról, egy nagy félelemről van szó, tud valaki nyugodtan aludni ilyenkor? Nem tud. Tehát zaklatott lesz az alvása, felébred, nem alszik jól, nem eszik rendesen, lefogy, emelkedik a pulzusa, a vérnyomása, erről is külön webkonferencia szól, a vérnyomásról, pulzusról, érelmeztesedésről. És természetesen hidegek lesznek a végtagjai. A lényeg az volna, hogy amikor ilyen feszült idegállapotban vagyunk, akkor ezt minél hamarabb zárjuk le. Mert minél hosszabb ez a konfliktus aktív szakasz, annál zajosabbak lesznek a gyógyulási tünetek a második részben. Itt már a piros szín dominál. A KM a konfliktus megoldásának a pillanata, és utána a biológiánk helyre teszi azt, amit a túlélés érdekében elkövetett, még a konfliktus aktív szakaszban. Ne feledjük el, hogy a konfliktus aktív szakaszban már kapunk egy biológiai segítséget arra, amit érzelmileg nem tudtunk lezárni. A biológia csak biológiai szinten tud segíteni. Az érzelmi lezárás az a mi dolgunk, a mi feladatunk marad. És amíg ez nem történik meg, addig bizony lesznek elakadások a gyógyulásban. Mindjárt látni fogjuk. A gyógyulás első szakaszában, tehát a megoldást követő szakasz első részében, az exudatív fázisban, ez a piros terület azt jelenti, hogy a gyulladás tüneteit fogjuk úgymond élvezni. A rubor, tumor, kálor, dolor funkció lézár, vagyis a pirosság, a duzzanat, a melegség, a fájdalom és a működés képtelenségnek az állapotában leszünk, megfűszerezve ezt még egy gyönyörű fejfájással, ugyanis a víz, a folyadék, az exudátum nem csak szöveti szinten, hanem az agyi szinten, az agyi relébe is felgyülemlik. Ez agynyomás fokozódást és fejfájást fog okozni. De nem maradunk mindvégig ebben az állapotban, mert jön az epileptoid krízis, aminek a lényege az agyi relének a helyretétele. Kipréselődik a víz az agyi szinten, kipréselődik a víz szöveti szinten, tehát több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk, és jön a második meleg fázis, mégpedig a hegesedési fázis, ahol extrém fáradtságot fogunk megélni, de jó a hangulatunk és jó az étvágyunk. Ha ezt végigcsináljuk, akkor gyógyultan befejezzük a programot. Az epileptoid krízisről még annyit mondani kell, hogy itt éljük meg a legdurvább tüneteket. Ha túl hosszú volt a konfliktus aktív szakasz, az epileptoid krízisben nagyon kemény tüneteink lesznek, és ha egy mozgással kapcsolatos program kerül itt megoldásba, akkor epilepsziás görcsrohamot is megélhetünk. Ez epilepszia, viszont a többi szervnél nem epilepsziáról, hanem epileptoid krízisről beszélünk. Ennyit röviden a második természet törvényről, tehát a második törvény annyit jelent, hogy két szakaszban zajlik minden értelmes biológiai különprogram, ha eljut a végére. Mert hát ugye nem mindig jut el a végére. Bár előfordul nagyon sokszor, hogy nem oldjuk meg a konfliktust, és függő konfliktus aktivitásban
évekig, évtizedekig benne tudunk lenni valamilyen programban. Elég csak arra gondolni, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ezek a programok nincsenek feloldva, és fű alatt tovább mennek. Aztán van az, hogy az élet úgy hozza, hogy megoldódik számunkra valamilyen konfliktus, átmegyünk a megoldásba, de ez nem érzelmileg, tudatosan történt meg, hanem a körülmények úgy változtak, hogy éppenséggel lekerültem a sínről, és megváltoztak a körülmények, mondjuk úgy munkahelyre kerültem. Igen, de én nem változtam semmit, nem tanultam semmit abból, amit az élet számomra hozott, és a megoldás így nem tökéletes, következik egy újabb konfliktus, és újra ugyanazt a dolgot meg fogom csinálni, és újra megcsinálom, és újra megcsinálom, ezek a policiklikus lefolyások, vagy amikor a sínek, azok ritkán jönnek az életünkbe. Tehát ritkán találkozok azzal az emberrel, akivel kapcsolatos az én konfliktusom, és minden ilyen találkozás után lesz úgymond egy rosszul létem. A függő gyógyulás azt jelenti viszont, hogy a sínek túl gyakran vannak jelen. Mondhatnám, hogy naponta megjelennek a sínek, ezért a megoldási szakasz nem tud végigmenni, és ezért folyamatos lesz a fájdalom, a duzzanat, a gyógyulási tünetnek minden részlete. Ezek lesznek, aztán ezek vezethetnek majd el úgynevezett krónikus fájdalom szindrómáig. Nos, arra szeretnék mindenkit megtanítani, hogy már az első pillanatban, a DHS pillanatában észnél legyünk, és lépjünk ki 2 perc múlva a konfliktus helyzetből. Rögtön vegyük észre, hogy ez megint nem szivatás, hanem egy tanítás, és ha megtaláltam egy konfliktus helyzetben a tanítást, ami által jobbá válok, mint voltam előtte, nos akkor onnantól biztos, hogy nem fog a biológiai program elindulni sem. És ez volna a lényeg, ez jelenteni azt, hogy kezdünk tudatosan élni ezen a bolygón. A harmadik természettörvényben Hammer doktor számunkra leírja, hogy a konfliktus aktív szakaszban vagy sejteket építek, vagy sejteket bontok, vagy működést változtatok. Természetes miért? Mert sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek. És nyilván, ha a konfliktus aktív szakaszban sejtszaporítással oldott meg a biológián valamit, akkor a megoldási szakaszban le fogjuk bontani a felesleges sejteket, mert nem tartunk el felesleges sejteket. A lebontáskor a feleslegesnek tűnő sejtek a nyirokrendszer segítségével lesznek újra hasznosítva, ezért lesz a szervek környéki nyirokcsomói megduzzadva, és esetleg ott kimutathatóak lesznek olyan sejtek, amelyeket az adott szövetekből, szervekből bontottunk le, de ez nem áttét. Ez egy normális biológiai folyamat. Ha a szövetek lebontásával kezdtük a programot, akkor kérem szépen a megoldási szakaszban nyilván visszaépítjük azt, amit lebontottunk a cél érdekében, a konfliktus aktív szakaszban. Ha pedig működésváltozás volt a konfliktus aktív szakaszban, vagyis egy valamilyen működésnek a fékezése, gátlása, visszafogása, akkor ezt a gátat feloldjuk a megoldást követő fázisban, és onnantól kezdve helyreáll a működés. Természetesen nem mindegy, hogy mennyi ideig vagyok a konfliktus aktív szakaszban, hányszor indítom el újra és újra ugyanazt a programot, mert a gondolkodásunkon nem változtattunk. Ez teljesen egyszerű, és szerintem egy hatodikos diák számára is érthető, hogyha sejtet építettem pluszba, akkor majd lebontom a megoldásba, ha sorbasztottam, majd visszaépítem, és a működést is majd helyreállítom. Ebben abszolút, ez annyira egyszerű, hogy pontosan ezért meglepő, hogy annyi tanulás és vizsgázás után, hogy a fenébe lehet, hogy ez ennyire egyszerű, és ezt nem így tanították. Kérem szépen, nem hit kérdése a germán gyógytudomány, le lehet tesztelni. Még senkinek nem sikerült megcáfolnia mindazt, amit itt elmondtam, és amit még el fogok mondani. Ujjanis ezeket Hammer doktor nem a kis ujjából szopta ki, hanem visszalapozott,
az alapozó tantárgyakban és az embriológiában találta meg a magyarázatát annak, hogy miért van az, hogy bizonyos szervekben sejtet építünk, bizonyos szervekben meg sejtet bontunk. És csak épp a megtermékenyítés pillanatáig kell visszamenjünk, ugyanis mindannyian, akik hallgatjuk ezt a webkonferenciát, ugye egy hím-ivarsejtből és egy női petessejt egyesüléséből keletkeztünk. Aztán ez a sejt elkezdett hirtelen rákosan szaporodni, idézőjelbe téve nyilvánvaló és viccesen az, hogy rákosan, mert egy nagyon gyors, intenzív sejt szaporodás indult be, de ez egy jó indulatú daganat lesz, hiszen ebből születtünk meg. Nem, de bár. De bár, de bár. De bár, de bár. És ugye a sejtszaporodásnak van egy olyan fázis, amikor kialakul egy szedert csíra állapot, ez már a mély üregben van, és ez átalakul három csíra lemezé, és ezt látjuk itt a kép bal oldalán, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva a három csíra lemez keresztmetszeti képét, és látjuk a megfelelő színű nyilagból, hogy bizonyos szervek fognak kialakulni, és ezeknek a szerveknek megvan az agyi irányító központjuk. Nem véletlenszerű dolgokról beszélünk. Nos, a túléléshez, és egyáltalán az életben maradáshoz, a létfeltételek biztosításához, ugye a belső csiralemez sejtjei fognak számunkra mindent megteremteni, és ugye a túléléshez kell levegő, víz, táplálék, fény meg hang, és ezeket falatoknak nevezi Hammer doktor, tehát ezek falat konfliktusok, amelyek kellenek ahhoz, hogy egyáltalán életben maradjunk. Nyilván, hogy a legősibb agyi rész, az agytörzs fogja ezeket irányítani, és itt mindig szövetet szaporítunk. Ez itt a tápcsatornának az ábrázolása, ugye ott konkrét falatról beszélünk, de átvitt értelemben is minden falat a biológiám számára, amiről úgy gondolom, hogy ez kell nekem. Falatkonfliktusokról külön webkonferenciában részletezem, hogy mit is jelent ez az egész, de a levegőfalat kell a túléléshez, mert levegő nélkül nagyon-nagyon hamar frekvenciát váltunk, ezért a halálfélelmi konfliktus mindig tüdőszövet szaporulatot indít el, és a magányosság, elhagyatottság, a szüntelenül szenvedő szegény én megélése behozza azt az ősi programot, amit a halak is beindítottak, amikor a partra verte őket a hullám, és lezárjuk a vesegyűjtő csatornát, és begyűjtjük a vizet, és az ott fog összegyűlni, ahol éppen valamilyen gyógyulási folyamat megy végbe. Erről is külön webkonferenciák vannak, nem részletezem. A narancssárga színnel a mezoderma, vagyis középső csiralemez sejtjeit fogjuk megtalálni, és az irányító központja a kisagy, illetve fölötte látjuk ezt a narancssárga kifliszerű képletet nyílirányú metszetben, ez a fehér állomány. Nos, itt kellene húzzak egy vonalat a kisagy és a fölötte levő rész között, mert ami a vonal alatt van, a kisagy és az agytörzs, az az ősagyhoz tartozik, és itt mindig először szaporítom a szöveteket, ami a vonal fölött van, az a fehér állomány, és itt ez a piros színnel jelzett agykéreg, ezek az új agynak, a nagy agynak a részei, és azokból kiinduló parancsok először mindig sejtsorvasztást indítanak el, megoldásban visszaépítést. Nincs harmadik, kérem szépen, a sejtekkel. A harmadik dolog az már működésváltozás. Szóval a kisagy az a vélt vagy valós támadásokról szóló webkonferenciában leírt dolgokat fogja számunkra megoldani. Ide tartozik az IRHA program és a mellnek az adenokarcinómája, vagyis a melldaganata, amikor a tejtermelő mirigyeinket fogjuk túlszaporítani egy le nem zárt aggódás miatt. Itt jelenik már meg a kezesség kérdése, hogy ki a jobb és ki a balkezes, mert itt már az oldaliságból azt is tudjuk, hogy a konfliktus kivel kapcsolatos, anya-gyerek vagy partner oldal. A fehér állományból kiinduló parancsok, tehát először sejtsorvasztást fognak elindítani, mégpedig a mozgással kapcsolatos szöveteinkben. Mi kell a mozdulathoz? Nyilván gondoljon mindenki valamelyik végtagjára. Az alapját a csontok adják, a csontokat ízületekinak kötik össze, a harmadik az izom lesz, ami elvégzi a mozdulatot. Az izom mozdulat véghezviteléhez viszont kell a tápanyag,
Tehát a negyedik az a bér, az az ér lesz, az osztógyűjtő és nyirokér, és az ötödik szövettípus, ami a fehérállomány irányítása alatt van, az a kötőszövet és zsírszövet. Itt mindig az önleértékelés az, ami elindítja a sejtszintű sorvasztást ebben, az ebben említett szövetekben. Megoldásban jön a fájdalmas visszaépítés, kivéve a zsírszövet, annak a visszaépítése nem fáj. Milyen sokan ordítanának, ha a zsírszövet visszaépítése is fájdalommal járna. De ennek is megvan a biológiai értelme, mert a biológiában a dundi a szép, és nem azok, akiket kiraknak a divatlapokra. Szóval egy kis biológiai gondolkodást nem ártana magunkba szívjunk, és akkor jobban megértenénk azt, hogy túlélés és fajfenntartás, ez az elsődleges célja a biológiának. A pirossal jelzett nyíl az ektodermából, külső csiralemezből származó sejtekre utal, amit látjuk, az agykéreg irányítja. Sejtszinten az agykéreg az elválasztási konfliktusokat és birtok konfliktusokat irányítja, mindkettőről külön webkonferencia van. A működés szabályozást szintén az agykéreg végzi, és ide jönnek be még az érzékszervektől is az információk, itt válik érzetté, ugyanakkor innen indulnak el azok az akaratlagos mozgások, mozdulatok, amelyeket hát mindenki meg tud tapasztalni. Nos, itt a képnek a jobb oldalán láthatjuk azokat a reléket, amelyek becsapódások megtörténnek, nem részletezem, mert ez csak egy bevezető része annak, amiről ma valójában szó is fog esni. A negyedik természet törvényben Hammer doktor valami csodálatos összefüggést ír le ismételten. Ugyan már Louis Pasteur és kortársa Antoine Béchamp idejéből tudjuk, hogy vannak mikroorganizmusok, vagyis szabad szemmel nem látható mikroszkopikus élőlények a testünkben. De ezek a bizonyos élőlények, ezek nem az ellenségeink. Ezt már Antoine Béchamp is megmondta Louis Pasteurnek, csak hogy Louis Pasteur más érdekek egészen más irányba terelték, megfizetve. A lényeg a következő. A bennünk élő mikroorganizmusok csíralemezhez kötötten segítenek. Vagyis a gombák mindig a belső csíralemez vagy endoderma szöveteinél fognak segítkezni a felesleges sejtek lebontásába, épp úgy, mint ahogy az erdőben is segítenek a gombák a kidőlt fáknak a lebontásába. A gombák és a baktériumok között vannak a mikobaktériumok, amik félig gombák, félig baktériumok, másképpen TBC baktériumok, nos ezek azok, amelyek a ma vélt vagy valós támadások kapcsán fognak segíteni nekünk a megfelelő sejteknek a lebontásába. Az új mezoderma sejtjeit a baktériumok fogják visszaépíteni, és ugyanígy az ektoderma sejtjeit is a vírusok fogják visszaépíteni. És ha valakinek humán papilloma vírust mutatnak ki a szervezetéből, akkor arról van szó, hogy elakadt a gyógyulásra az illetőnek, nevén nevezve a féltékenységről még mindig nem tudott lemondani egy nő, és annak a humán papilloma vírust garantáltan ki fogják mutatni abból a mészájsebből, amit feltárnak és megnéznek. Tehát féltékenység ellen szerintem oltást még nem fogunk feltalálni, de ha rájövünk, hogy kik vagyunk mi valójában, és hogy semmit sem birtokolhatunk, még az élettársunkat sem, akkor talán a féltékenység is okafogyottá fog válni. Persze ehhez egy másfajta gondolkodás kell, nem győzöm kiemelni. Az ötödik természet törvényben pedig Hammer doktor rámutat arra, hogy mindennek értelme van. Ez a lényege, a lényeg megértésének a törvénye, ahogy Hammer doktor fogalmaz. Rájövünk arra, hogy minden a szervezetünkben, és nem csak a miénkben, hanem a növények, állatok és egysejtűek életében is minden a túlélés és a fajfenntartás érdekében történik, ami remélem senki számára nem jelent egy rossz indulatú folyamatot. Tehát
A rossz indulat nem a biológiában, hanem az emberek fejében van, és ameddig félelem irányítja az életünket, addig újabb és újabb programokat fogunk elindítani, amelyek már nem áttétek, hanem természetesen annyit jelent csak, hogy félelmében az ember annyi programot indít el, hogy belehal. Nem bírja a biológia ezt a rengeteg elindított programot konfliktus aktív fázisba, és az illető lefoly. Nos, rámutat Hammer doktor 5. természettörvény, hogy minden biológiai programnak, külön programnak, amit betegségnek neveznek, ugye, biológiai értelme van. Értelmetlenül semmi nem történik a szervezetünkben. És hogyha ezzel tisztában vagyunk, ha meg tudunk nyugodni, hogy az anyatermészet mindig jót akar nekünk, akkor nem fogjuk leállítani a gyógyulásunkat, és a gyógyulási folyamat befejeződik. Aki nem gyógyult még meg valamilyen betegségből, nézze meg a Miért akad el a gyógyulásunk című összefoglalást. Felhívnám a figyelmet arra, és hogy Hammer doktor a Germán Gyógytudomány cím alá azt írta, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Vagyis aki nem hajlandó egy másfajta gondolkodást még megismerni sem, hókusz-pókusznak nevezi, az menjen nyugodtan az onkológiára, és nyújtsa ki a kezét, hogy megkapja a mérgeket. Lesz erről szó a mai nap bőven. A betegség tehát a beteg nélkül nem gyógyítható. Nem véletlenül teszem ki ezt a képet, amit mindenki látott, aki belépett a webkonferenciára, mert ez a fő üzenet nem arról szól, hogy mosom kezeimet, és valaki azért nem gyógyul meg, mert én nem tettem meg mindent érte, hanem azért nem gyógyult meg, mert ő nem tett meg mindent érte. Ő nem változott semmit, csak azt hitte, hogy majd valamit másképpen fog enni, elkezd diétázni, és több százezer forintot elkölt különböző felesleges, hát mondjam azt, hogy étrendkiegészítőkre, vagy csodacuccokra, akkor, hogy majd abból meggyógyul. Nem, ez, nem attól betegedett meg senki is, hogy még eddig ilyen csodacuccokat nem evett. Attól betegedett meg, hogy még mindig nem oldott fel egy bizonyos programot az életében. És hát ezért van az, hogy minél öregebbek leszünk, annál betegebbek leszünk, mert annál több fel nem oldott programunk van, és aztán ezek összeadódnak. Nos, a lényeget remélem sikerült összefoglaljam, és érthető volt azoknak is, akik még nem hallgattak soha webkonferenciát, vagy nem voltak még egy ingyenes előadáson sem, de pótolható ingyen a szobából, a kandalló mellett, vagy akárhol, ha hajlandók vagyunk erre időt szánni. Aki nem hajlandó erre időt szánni, az ne gondolja, hogy egy előadás meghallgatásával meggyógyul. Megérti a betegségét, és nem csinál semmit, vagyis szenvedni fog tovább tudományosan. Az új mezoderma sejtjeivel kell foglalkozunk, vagyis a fehér állomány sejtjeivel, amit itt középen narancssárga színnel jelölt be Hammer doktor, ugye tudjuk, hogy az agyvelő irányítja, és a DHS pedig mindig egy önleértékelésről szól, a becsapódás ide történik a nagy agyba, és szöveti pusztítás lesz szöveti szinten. A konfliktus ereje meghatározza azt, hogy a felsorolt szövetekből mit fogunk mi lebontani, a konfliktusnak a témája pedig meghatározza, hogy hol fogom a testemet szétszedni. Tehát nem véletlenszerűen történnek meg ezek a dolgok. A legsúlyosabb önleértékelés természetesen a csontokat fogja érinteni. Egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, itt Hammer doktornak a tudományos táblázatát mutatom, csak nagyon röviden, hiszen a csontról és vérképzésről szóló előadásban már szó volt, ezt megmutattam. Oszteolízis, vagyis a csontnak a bontása történik meg konfliktus aktív szakaszban egy nagyon súlyosan megélt önleértékelés kapcsán. Tehát ahol csonthiányt mutatnak, vagy a csontban úgynevezett lyukakat, amelyek jobban átengedik a röntgent, mint a csont többi része, miért?
Azért, mert ott le van bontva, tehát ott több sugár tud átmenni, és ezért fogják, ezért fog kinézni úgy a csont, mintha lyukak lennének benne. De ezek nem áttétek, ezek konfliktus aktív szakaszban levő önleértékelési konfliktusoknak a szöveti megjelenése. A legsúlyosabb önleértékelés, tehát a csontokat érinti, és a megoldásban viszont jön a legnagyobb fájdalom természetesen, amikor a csont feszül, amikor a csont gyógyul, az nagyon-nagyon intenzív fájdalommal jár. A jó hír az, hogy az epileptoid krízisben megszűnik a fájdalom, de a hegesedési fázisban a fájdalom ismét megjelenik. Természetesen a program végére erősebb lesz a csont, mint volt. Ez a biológiai értelem. De tudjuk, hogy a csontokban történik a vérképzés. A hosszú csontoknak a végében, illetve a lapos csontokban, ott, ahol szivacsos csontállomány van, ott történik a vérképzés. És ha én konfliktus aktív szakaszban bontom a csontot, akkor nyilván ez kihat a vérképzésre is. Konfliktus aktív szakaszban csökkenni fog a vért alkotó sejtes elemeknek a száma. A megoldásban először a fehér vérsejtek száma fog rendbe jönni, epileptoid krízisben megszűnik a fájdalom, a gyengeségérzés, az éjszakai izzadás, és a megoldás második részében a vörös vértestek is helyre fognak állni, ha ezt megengedem, és nem akasztom el a gyógyulásomat. A probléma mindig ott van, ha elakasztjuk a gyógyulást. És hogy miről van szó, mert ugye laikus közönségre számítok, a vér összetevőiről azért annyit tudni kell, hogy van a vérben ugye plazma, és vannak benne alakos elemek, vagyis sejtek. És amikor hagyjuk a leülepedni, tehát kap véralvadásgátlót, nyilván a leszívott vér, és betesszük egy csőbe, és megvárjuk, hogy szedimentálódjanak, hogy leülepedjenek, igen, akkor azt jelenti, hogy a plazma és a vérsejtek között egy arány van. És ez az arány természetesen teljesen más lesz, hogyha anémiáról beszélünk, és teljesen más lesz, hogyha leukémiáról beszélünk. Minden esetre azt tudnunk kell, hogy a vérsejtek mindegyike őssejtként születik meg. Van egy őssejt, és abból lesz aztán az összes többi. Épp úgy, hát csak gondoljunk vissza, hogy a megtermékenyített petesejtből alakult ki minden sejtünk. A keringésben levő sejtjeink is egy őssejtből fognak kialakulni, és lesz belőle vérlemezke, vagyis trombocita, aminek nagy szerepe a véralvadásban van, ugyanis ha nincs véralvadás, elvérzünk, de vannak olyan kezelések, amelyek a vérzékenységet idézik elő, bizonyos megfontolások alapján, nem akarom ezt részletezni. Vannak fehér vérsejtek, vagy leukociták. Ezeknek mindegyiknek meghatározott szerepe van, limfocita, neutrofil, monocita, eozinofil, bazofil. Nem kell ezt laikus ember megjegyezze, csupán annyit, hogy ők a mi védelmi rendszerüket biztosítják, hogy hogyan, arra is ki fogok majd térni. És vannak a vörös vérsejtek, ők vannak a legnagyobb számban, egy köbmilliliterben, 5 millió kérem szépen, eszméletlen mennyiségű sejt, mert mindegyik sejtecske oxigént és széndioxidot szállít, oxigént a szövetekhez, ott azt leadja, felveszi a széndioxidot, megy vissza a tüdőhöz, és folytatja az útját 100-120 napon keresztül, és amikor véget ért a munkája, feldolgozza a lépés, újra hasznosítunk mindent, nem megy a kukába semmi. A bennünk levő különböző festékanyag, ugye a hemoglobin, ami pirosra festi a vért, nos, ez az, ami szállítja az oxigént és széndioxidot, és ez kell ahhoz, hogy minden, de minden működjön a szervezetünkben. Hol és hogyan képződnek a vérsejtek, azt látjuk ezen az összefoglaló táblázaton. Aki már volt egy pár előadáson, vagy megnézett webkonferenciát, ismerős képekkel találkozik ismét. Itt jobb oldalt látjuk ugye a szivacsos csontállományt, benne az őssejtet és a belőle kialakuló összes sejtet, és itt pedig bal oldalt látjuk azt, hogy van az őssejt, és megvannak azok a faktorok, amelyek hatnak rá és az osztódásra, és akkor meg lesznek a megfelelő, hát
leánsejtek, amelyek tovább szaporodnak, és így fog kialakulni minden érett és működő sejtek. Tehát a vérsejtek a csontunk belsejében található puha szivacsos szövetben, a csontvelőben keletkeznek az ősejtekből, és az ősejtek osztódása során először limfoid és mieloid ősejtek lesznek. Itt vannak a mieloid, és ez pedig a limfoid ősejt. Na most ezekből aztán további sejtek alakulnak ki. Ugye, mivel a vérsejteknek az élettartamuk is elég rövid, 100-120 nap, és rengetegre van szükség belőlük, ezért másodpercenként sok-sok új vérsejt keletkezik a csontvelőben. Egészséges állapotban minden sejtípusból pont a megfelelő mennyiséget fogjuk előállítani, és amint látjuk itten a vörös vérsejt, már a közös mieloid őssejtből alakul ki, majd ugyanebből a sejtből a megakariocita, amiből lesz aztán a vérlemezke, vagy trombocita, lesz belőle hízósejt és mieloblaszt, és a mieloblaszt további osztódásából bazofil, neutrofil, eozinofil és monocita, a monociták pedig lesznek makrofágok, nem kell ezt megtanulni, megjegyezni, csak éppenséggel, hogy lássuk, hogy miért olyan neveket fogunk majd a továbbiakban említeni, amit említünk, mert semmi nem véletlenszerű. A másik oldala ugye a limfoid őssejt, és ebből lesznek az ölősejtek, a T-sejt és B-sejt, és tessék ide figyelni, a B-sejtből lesz a plazmocita, vagy plazmasejt. Ez a mai napnak a lényege, hogy megértsük a plazmasejtet, hogy hogyan és miként fog ez működni. Különböző elnevezések, azok érdekesek, ugye, ha a vörös vértes szám csökken, akkor anémiáról vagy vérszegénységről beszélünk, ez mindig konfliktus aktív szakaszt jelent, és az exudatív szakaszban is még ugye anémia fennáll, mert csak az epileptoid krízis után áll helyre a vörös vértestek száma. A limfoid leukémia azt jelenti, hogy a megoldás követő fázisban a limfociták túlszaporodtak, ha elakad a gyógyulás, az lesz a krónikus limfoid leukémia, stb. A mieloid leukémia ugye ugyanígy a mieloid sejteknek a szaporodása az exudatív fázisban, és van eozinofil és neutrofil leukémia is természetesen, viszont hogyha a vörös vértes számnak a növekedése a megoldás második szakaszában elakad, azt már policitémia verának fogják nevezni, ez egy függő gyógyulás. A mieloma multiplex, vagyis a mai napnak a témája, ugye a plazmasejtek szaporulatáról szól, és ezek a plazmasejtek antitesteket termelnek. A csontfelszívódás a konfliktus aktív szakaszban történik, ilyenkor magas lesz nyilván a kálcium szint, de kialakul a vörös vértesteknek a csökkenése is. Mit kell ehhez csinálni, aki nagyon szeretne letesztelni egy mieloma multiplexet, ahhoz egy önleértékelés kell, és ha még a magányt és a létkonfliktust is hozzáteszi, hát akkor vese elégtelensége is lesz. Ha viszont enyhe fokú ez az egész önleértékelés, de vannak még bőrtünetei is, akkor azt már Cezári szindrómának fogják nevezni. Ezek ilyen egyszerű, érdekes dolgok. Nem akarok részleteibe belemenni, mert erről külön beszéltem a Csont és vérképzés című előadásban. Az immunológiáról csak néhány gondolatot, mert erről is volt egy külön webkonferencia, külön kivastagítottam, hogy elméleti biológia egyik ága. Ugye értjük, hogy miért van kivastagítva ez az egész, és azoknak a sejteknek a működésével foglalkozik, amelyek, hát hogy is mondjam, nagy szerepük van a túlélésben. Mert ugye a túlélésünk addig biztosított, ameddig a saját működésünket tudjuk a környezet ellenére biztosítani. Ezért nagyon fontos a saját és nem sajátnak az elkülönítése,
És hát nyilvánvaló, hogy vannak betolakodók, sejtszinten is, és egyéb betolakodók is, ezeket meg ki kell küszöbölni. Tehát ez túlélési program, az egy másik dolog, hogy most ezt egy immunológiának nevezett elméleti biológiai ág tanulmányozza. A dolog már akkor is működött, amikor ezt nem nevezték immunológiának. Majd kitérünk külön, hogy ez miért és hogy alakult ki. Tehát itt egy velünk született védelmi képességről beszélünk egyszer, ezt vele született immunitásnak nevezik, és így fogjuk hallani az előadásokon, a rádióban, vagy akár, ha megszólal egy akadémikus orvos, csak hogy tudjuk, hogy miről beszél, és az első védelmi vonalat adó sejtek biztosítják ezt a vele született dolgot, tehát amikor megszületünk, már vannak bennünk makrofágok, monociták, ölősejtek, természetes ölősejtek, granulocyták, hízósejtek. Nyilvánvaló, hogy a gyermeknek, az újszülöttnek a védekező képessége szépen fokozatosan fog kialakulni, de erről is beszéltem az immunológia című előadásban. És aztán az élet során találkozunk mi még sok minden mással is, és ezt fogja a mai tudomány szerzett immunitásnak nevezni, és itt viszont a T és B limfociták fogják ezt számunkra megoldani, és ami a lényeges, hogy felismerik azt, ami testidegen, azokat megjelölik, és az ölősejtek pedig a testidegen dolgokat hatástalanítják. Na most a lényeg, hogy amikor a T-limfociták átjutnak a szövetekbe, plazmasejtek lesznek belőlük. Kérem szépen, a plazmasejtekről annyit kell tehát tudnunk, hogy ezek immunglobulinokat termelnek, és az a feladatuk, hogy a szervezet védelmét szöveti szinten is megoldják. Mert ne feledjük, hogy azok a limfociták, azok a vérben keringenek, de amikor bejutnak a szövetekbe, plazmasejtek kialakulnak, és hogyan? Ez egy nagyon érdekes folyamat. A lényeg az, hogy immunglobulinokat termelnek, és itt látunk különböző immunglobulin mintákat, hát mondjam azt, hogy grafikusan ábrázolva, és az IgM molekula 5 monomér építi fel, itt látjuk külön. És ez a főszereplő a mai nap, mert amikor mieloma multiplexről beszélünk, akkor a mieloma multiplex kapcsán megemelkedik azoknak a plazmasejteknek a száma, amelyek ezt az immunglobulin M-et termelik. Az egészséges állapotban a plazmasejteknek az aránya 1% körül van a csontvelőben, de mivel csak egyfajta plazmasejt szaporodik fel, így egyfajta antitest képződik, és aminek a biológiai funkciója még nem tisztázott, mondom én, a medicinában azt állítják, hogy nincs neki, ez majd ki fog derülni, viszont ennek az immunglobulinnak a mennyisége mérhető, és ez egy nagyon jó dolog a betegség követésében, ezt a fehérjét fogják M-proteinnek nevezni, más szóval IgM, tehát a immunglobulin M nevéből jön. Na most egy kis történetet is beletennék, mert érdekes, hogy a mieloma multiplex betegség nevet 1873-ban egy orosz orvos adta, Lutickinek hívták, aki a betege boncolásánál a csontvelőben, mielum, ezért mieloma, ugye a csontvelőben 7 jól elkülönült tumort talált, ezért multiplex. Tehát csontvelőben talált ilyen tumorokat. A kórképet későbben sokan Kaller betegségnek mondták, mert Otto Kaller, prágai orvos, látta, írta le, hogy a gerincnek a kifózisa, vagyis a gerincnek a meggörbülése, ez ilyen púpos hátú emberek. Tehát ha ez van, plusz úgynevezett Benz-Jones proteinúriát, vagyis fehérje vizelést találunk, valamint a Marsalkot Tamás által leírt plazmasejtek
felszaporodnak a csontvelőben, akkor ha ez a három dolog jelen van, akkor bizonyított a mieloma multiplex. A dolognak vannak magyar vonatkozásai, ugyanis a Benz Jones Erdélyből származott Angliába, anyai ágon. 1847-ben találta meg, és 1848-ban publikálta ezt a bizonyos fehérjét, ami a vizeletből kimutatható. Egész hosszan tudnék erről beszélni, hogy hogyan és miként történt ez az egész, de mondjuk nem történelem lesz két, nem orvostörténelmet kéne mostan tartsak. Csupán megemlítem, hogy a Marsalkó Tamás a Tokajban született bőrgyógyász volt, és tehát vannak itt magyar tudások is ebbe az egészben. A Kahler által megfigyelt triász, vagyis hármas tünet a csontvelőnek a plazmocita sejtes túlszaporodása, a csontoknak a sorvadása, porózisa, illetve a vizeletfehérje és a szérumfehérje eltérések, ezek ma is a döntő tényezői a diagnózisnak. Ez panaszokra lefordítva, mert ugye a beteg mit fog ebből tudni? Hát gerincfájdalmat, derékfájást, hátfájást fog érezni, vérszegénységet fognak megállapítani, és a plazmasejtek által termelt fehérjék, monoklonális fehérjék mennyiségét fogják kimutatni vesekárosodással. A beteg gyakran a makacs derékfájás, hátfájás miatt elmegy reumatológushoz, és amikor csinálnak egy labort és gyorsult süllyedést vesznek észre, vagy emelkednek ezek a gyulladásos tünetek a laborértékekben, akkor a reumatológus, ha elküldi egy hematológushoz, akkor ki fog derülni a betegség. Most a tüneteknek az előfordulása, incidenciája az nagyon érdekes, mert már is elmondom, hogy az esetek egyharmadában nincs tünete a betegnek. Miért nincs? Mert konfliktus aktív szakaszban van, természetes. Amikor már csontfájdalom lép fel, akár a hátában, derekában vagy valahol, az az esetek 60%-a, tehát majdnem kétharmadában a csontfájdalom már megvan. Vagyis a betegek kétharmada a megoldási szakaszban jut orvoshoz, egyharmadát véletlenszerűen szűrik ki. A gyengeségérzés teljesen érthető germán gyógytudomány gondolkodással, hiszen a megoldási szakasz gyengeségről szól. És mivel a csont el van sorvasztva, ezért patológiás törés természetesen, hogy előfordul, ugye ez az esetek egyharmadában, egynegyedében megtörténik, van, hogy egy patológiás törés következtében, tehát nem baleset, hanem úgy magától törik el. Na, ezt nevezzük patológiás törésnek, tehát, hogy emiatt kerül orvoshoz a beteg. A testsúlynak a 10%-át meghaladó fogyás 6 hónap alatt az esetek egynegyedében előfordul. Miért? Mert konfliktus aktív szakaszban, ugye, amit mondtam, nem táplálkozunk rendesen, zakatol az agyunk, és a többi, és a többi. Aztán, amikor már aluszékonyság van, meg vérzészavarok vannak, akkor már tudjuk, hogy megoldási szakaszban van az illető. Ha szédül, akkor mit jelent? Semmi köze nincs a szédülésnek a hematológiai problémákhoz. Annyit jelent, hogy azt éli meg, hogy kihúzták a lábam alól a talajt. Ha hányinger hányása van, mit jelent? Az, hogy van egy csomó bosszankodása is a futóprogram mellett. Hát miért nem? Joga van hozzá. Kettős látása van, mert magányosnak, elveszettnek éli meg az egészet, és ugye a kettős látáshoz a szemtengelynek az eltérése szükséges, ez pedig minden ilyen esetben beáll, amikor a nagyfokú magányosságot élünk meg. Én nekem az az érzésem, hogy mindenkit a tünetek érdekelnek legfőképpen, de a szövettani hátteret, illetve a sejtszintű eltérést is el kell mondanom, hogy lássuk az összefüggéseket. Összefoglalva tehát, mi a mieloma multiplex? Egy önleértékelési konfliktus, elakad gyógyulása. Itt látjuk fent azt a képletet, amit már kivetítettem. Ez a függő gyógyulás.
Ez az, ami a szervezetünket minden szinten tönkre fogja tenni. A megfelelő csontoknak a bontása jelzi a DHS témáját. Mondtam, hogy az, hogy mit éltem meg, eldönti, hogy hol fogom a testemet lebontani. Az immunglobulin termelő plazmasejtek túlszaporodása természetesen létre fogja hozni ezt a monoklonális fehérjét túlzott mértékben. Mint, mondom csak úgy, hogy mint egy leukémia esetén, ugye a vérsejtképzés átalakulása, a csontok bontása majd építése kíséri az egészet, függőgyógyulás, és még minden más, amit a beteg ehhez megél. Mert hát jogában van a betegnek, mint mondtam, a magányt, a meg nem értettséget, az elszigetelődést megélni, és természetesen ezt vesekárosodásnak fogják leírni, és lesz kettős látás, és begyűjti a vizet a szövetek közé, és fokozza a fájdalmát. Ha nincsenek tünetei, ugye azt fogják a tünetmentes, aszimptomatikus mielomának nevezni. Ha nem termel monoklonális fehérjét, akkor non-szekretóros lesz. Ha csak egyetlen helyen van, ugye, akkor már nem multiplex, akkor szoliter, vagyis egy helyen van, vagy mondhatjuk, hogy extrameduláris, vagyis nem a csontfelőben van a probléma, hanem valahol más, de az már granulomatózis. Figyeljük, hogy milyen gazdagon el tudjuk nevezni ezeket a dolgokat. Azért mondok ilyen szakszavakat, mert ha halljunk ilyet, meg ne ijedjünk, hogy nem értünk hozzá. Fel van véve az anyag, vissza lehet hallgatni, és el lehet rajta gondolkodni. Ha csak könnyűlánc termelés van, hát akkor primér amiloidózisról beszélünk, ami viszont nem granulomatózis. Ha függőgyógyulás van, akkor már miről szól a függőgyógyulás? Azt jelenti, hogy a csont megvastagodik, mert bontok, építek, egyre többet fogok visszaépíteni, és akkor nagyon ritkán leírja a szakirodalom, hogy oszteoszklerótikus lesz a mieloma. Vagyis nem mojrákta csontokat fogunk mi itten látni, hanem olyan csontot, aminek egyes részein ugye a csont sűrűbb, és hát természetesen ezt is rossz indulatúnak fogják nevezni. Na, a dolgot, hogy bonyolítsuk tovább, ugye van olyan, hogy plazmasejtes leukémia. Tehát itt van az átfedés, hogy akkor leukémia, vagy mieloma, tehát nyilvánvaló, hogy más kell a leukémiához, és más kell a plazmasejtes túlszaporodáshoz. Kezdjük a tünetekkel. Ugye itt már nagyon súlyos fokban jelentkezik a fáradékosság, a testsúlynak a csökkenése, a hőemelkedés, láz, magas láz, nagyon magas láz, éjszakai izzadás, ugye bőr alatti duzzanat, tehát hasi emésztési panaszok, tudjuk, hogy ez nem ehhez kötődik, hanem a meg nem emésztett bosszúságokhoz, és mozgásszervi panaszok, csontfájdalmak. Most a plazmasejtes leukémiában az a szép, hogy nem csak plazmasejtek, hanem az egyéb fehérvérsejtek is megjelennek, épp úgy, mint egy leukémiában. Tehát ez gyakorlatilag kettő az egyben. A lényeges kérdés az, hogy ez a plazmasejtes leukémia, ez primér vagy szekundér, hogy értsük. A szekundér az, ami valaminek a következtében jön létre. És valaminek a következtében az a valami, azt úgy hívjuk, hogy kemoterápia. A kemoterápiában részesült mielomás betegeken nagyon intenzíven jelenik meg ez a plazmasejtes leukémia, és ez terminális. Tehát ez az utolsó fejezete a beteg életében, mert ezt már nem tudja helyrehozni. De van olyan, hogy amit ugye nem a kemoterápia indított el, az vajon miért alakul ki? Hát azért, mert joga van valakinek kétféle önleértékelést is megélni. A primér esetekben szintén kimutatható mind a plazmasejt, mind a leukémia, vagyis a beteg, ha nem vagyok így szerethető konfliktust is megéli, ez kell a leukémiához, az alapkonfliktusa mellé, ami a plazmasejt szaporodást okozza, és így aktiválja a többi csontfelőben termelt sejtsornak a lebontását, majd a megoldásban nyilván a visszaépítését. A kemoterápia megteszi a maga hatását. Tehát minden érthetővé válik, amit olvasunk szaklapokban, ami, ha ismerjük ezt a fajta gondolkodást. Én ezzel nagyon sok könyvészeti anyagot átnéztem, és kerestem képi anyagot is ahhoz,
hogy el tudjam valamilyen szinten úgy mondani, hogy mind a kollégáknak, mind a laikus embernek a dolog érthető legyen, majd kiderül, hogy ez mennyire sikerült, de igyekszem. Itt láttunk egy olyan koponya felvételt, röntgen felvételt, ami jellegzetesen mutatja azokat a szövethiányokat, amelyek ugye létrejönnek, mint említettem, konfliktus aktív szakaszban. De hát aki már volt képzésen, illetve a csontokról szóló előadást is ismeri, az tudja jól, hogy konfliktus aktív szakaszban bontjuk le a csontokat, és az ilyen képet fog adni. Nem csak a koponyán, hanem mondjuk a hosszú csontokon, a rövid csontokon ugyanilyen képeket fogunk látni. De ez a jellegzetes koponya röntgen felvétel a mieloma multiplexben. Mi az, amit önleértékelésként a fejünkre vonatkoztatunk? Hát az okosságunk. Amikor a fejemre vonatkoztatok egy súlyos önleértékelést, az csak annyit jelent, hogy te jó Isten, hogy lettem ilyen hülye, hogy lefordítsam ezt hétköznapi nyelvre. És ezt olyan súlyosan meg tudjuk élni, hogy ilyen lyukak, ilyen csonthiányos területek lesznek. Most ezt ne lyukaknak képzeljük el, ez a röntgen hozza ki lyukként, hogyha ezt úgy megnéznénk szabad szemmel, itt nem látnánk különbséget, de a röntgen azt mutatja meg, hogy az ott adott körülmények között, adott helyen mennyi röntgensugár megy át. Tehát a fejre vonatkozó súlyos önleértékelés, az a koponyán hozza létre, mint ahogy ezen a képen látható. A leggyakoribb dolog viszont az életmű összeomlása. Mit jelent ez az életmű összeomlás? Csalódás abban, amit értéknek tartottam az életemben. Gyerekekkel, szülőkkel megélt önleértékelések azok, amelyek nagyon befolyásolják ezt a háti szakaszt, és ráadásul magamat hibáztatom, vagy szégyenkezem miattuk, és ezért a háti szakasz fog lebomlani, és ez ugye kifózishoz vezet, amint említettem, vagyis a háti szakasznak a teljes berogyásához, tehát átalakulásához, ahogy hétköznapi nyelven mondjuk, púpos lesz az illető. De ha az a megélésem, hogy nem bírom elviselni, akkor a csipőizületemet bontom le, és ugye az egész csontázat újra lehetne mesélni. Konfliktus aktív szakaszban, ahogy itt a koponyán is látjuk, létrejön a csonthiány, lítikus lézió, hogyha ilyet hallunk, tudjuk, hogy ez csak ennyit jelent, és a patológiás törés, tehát magától eltörik, ha úgy lesz terhelve. Nyilvánvaló, hogy alacsony lesz a vörösvértest és trombocita szám is, és magas lesz a kálcium szint, mert konfliktus aktív szakaszban vagyunk. Ez így igaz. A megoldást követő fázisban viszont jön a gyengeség, az éjszakai izzadás, a láz, csontfájdalom, a hátnak a fájdalma, aluszékonyság, ugye, és ha még szindrómát is teszünk hozzá, vagyis a magányosságot is megéljük hozzá, a szüntelenül szenvedő szegény én, akkor kérem szépen abból meg lesz a veseműködésnek a beszűkülése. És említettem a csontvázat, és nem tudom ki mennyire emlékszik a lumbágóról, a derékfájásról szóló előadásra, vagy az alsó és felső végtag ízületeiről szóló előadásra, ott is ez a kép megjelent, és tényleg nagyon gyorsan, csak egy-egy gondolatban említem meg az egyes testtájékoknak a konfliktus tartalmát, hogy tudjuk, ha itt fáj, akkor mivel kell foglalkozni. A baloldali képen az agyi metszetet látjuk, a fehér állományú gócokat, vagyis itt fognak kialakulni azok az úgynevezett becsapódások, Hammeri gócok. Most csak ezt a két görbe vonalat nézzük, látjuk, hogy a koponyatetőtől a kislábbujjunkig az egész szervezetnek megvan az agyi vezérlése. Mint mondtam, a fejünkre tehát a nagyfokú önleértékelés az okosságunkban, vetett hitünkben való csalódás, hogy lehettem ilyen hülye, hogy tehettem ilyet, te jó Isten, és ez a koponya csontoknak a bontását okozza. Igen, amikor ezt enyhében éljük meg, akkor viszont nem a csontokat bontjuk, hanem azt, ami a koponyában van, nem az idegrendszert, ne tessenek megijedni, nem, az érrendszert.
Mert ugye mondtam, hogy csont, ízület, izom, ereg és kötőszövet. Tehát amikor az érrendszert bontom, építem, na mi lesz a következménye? Agyi érelmeszesedés. Aztán a nyaki szakasz az igazsággal van kapcsolatban, mert nem adtak nekem igazat, és én az igazság bajnokaként küzdök egy életen át az igazságomért, pereskedek, hordom a pénzem az ügyvédeknek, és amikor mégse kapom meg az igazságom, akkor szétbontom a nyakamat. Amikor én voltam igazságtalan valaki mással, akkor viszont a vállamat fogom szétszedni, lefordíthatnám ezt úgy is, hogy lelkiismeret fordalás. Amint mondtam, a háti szakasz miről szól, az életműről, ezt részleteztem, a derekam pedig magamról, a személyiségemben megélt önleértékelés szedi szét a derekam. A könyökömmel szeretném a dolgokat, hát hogy is mondjam, vagy magamhoz ölelni, vagy távol tartani magamtól, ez a képtelen vagyok. A kezemre pedig minden, amit a kezemre, csuklomra, ujjaimra vonatkoztatott önleértékelést indítottam el, az sorvasztja visszaépítéskor visszaépül. Mint mondtam, a csípőízület, hogy nem bírom elviselni, a medencesont nyilván, hogy a babával kapcsolatos önleértékelés, a szeméremizület, a szexualitással kapcsolatos önleértékelés helye, a combcsontunk az, amikor már nem bírom ki, ezt nem lehet kibírni. A rugalmatlanságunk a legrugalmasabb részünket, a térdünket fogja lebontani. Ez a sporttal kapcsolatos önleértékelés, és hát amikor kitartóan ragaszkodok a véleményemhez, vagy egy szóval egy kicsit makacs vagyok, a lábszáram a békjó konfliktusoknak a becsapódási helye, az ugrócsont képtelen vagyok kiugrani, sarokcsont képtelen vagyok a sarkamra állni, és minden, ami a járással, megállással, két lábon való megállással kapcsolatos konfliktus, az a lábra vonatkozik. Csak egy pillanatra hadd kérdezzek valamit, Karesz. Én ezért a jó pár germánygyógytudomány alapszintű szeminárium hallgatójaként kérdezek, tehát hogy lehet, hogy még ennek ellenére is butaságot. Nem kérdez, nincsen. Minden tanfolyamon elmondom, hogy nincs hülye kérdés, tessék nyugodtan kérdezni. Apropó, tehát pont ide akartam volna kiukadni, hogy? Hogyha hülyét csinálok magamból, vagy hülyét csinálnak belőlem, akkor azt úgynevezett stroke vagy agyvérzés. Így van. Az egy másfajta érzés, hogy hülyét csináltam magamból, vagy nem bertát senki se engem, csak úgy érzem, hogy képtelen vagyok mondjuk egy feladatot megoldani, mert nem vagyok olyan okos, hogy ezt megoldjam. Tehát itt lehet a kettő köz különbséget tenni, és ez lesz az, ami megkülönbözteti, hogy nem agyvérzés kap az illető, hanem a csontját fogja lebontani. Erre akartál kitérni? Nem, de választottál, nem tudtam feltenni a kérdést, de választottál hát hamarabb. Így van, amikor össze vagyunk hangolva, és egy rugóra jár az agyunk. Nos, egy kicsi részlet még a többihez, mert eddig ugye beszéltem a mieloma multiplexről, de hallunk olyanokat is, hogy amiloidózis, granulomatózis, szarkoidózis. Hát ezek én nagyon érdekes fogalmak. Az amiloidózisnak a hátterében ugye egy tünetmentes mieloma húzódik meg. És a tünetmentes mieloma alatt viszont megtörténik ezeknek a monoklonális fehérjéknek a termelése. A tüneteket tehát nem a mieloma sejtek okozzák, hanem az általuk termelt könnyűlánc fehérjének a lerakódása, amit már amiloidózisnak fognak nevezni. Ugye miért ne találjunk ki mindenre egy újabb és egy újabb kifejezést, és ezek a lerakódások a testben bárhol előfordulhatnak, de a lényeg, amit itt meg kell jegyezzünk, hogy itt a sejtszintű működésfokozódásról van szó. Tehát nem a mieloma sejtek száma, hanem a mieloma sejtek termelékenysége fokozott. A granulomatózis viszont olyan sejttömörülés, amelyben a sajtosodás nem indult be,
vagyis nem voltak TBC baktériumok a lebontáshoz, és így ezek az úgynevezett immunsejtek, makrofágok annyira összecsomósodtak, hogy a sejtvonalak már nehezen kivehetők. Az ilyen csomóknak a közepén ott van egy testidegen anyag, igen, lehet benne sebészeti fonal, egy fel nem szívódó fonallal vartak össze valakit, akkor kialakul a granulóma a fonal körül, de egy élősködő behatolását is ugyanígy fogja a szervezetünk megoldani, mint ahogy a méhek is a betolakodót a fullánkjaikkal megölik, és viasszal bevonják, és akkor ülhet az egér a kaptárban, ha viasszal be van vonva. Tehát ezt az egész granulomatózist így képzeljük el. Viszont hogyha ezek a granulómák, ezek sok helyen előfordulnak, akkor azt jelenti, hogy nincs bennünk megfelelő számú TBC baktérium, vagyis sikeres volt a TBC elleni oltás, és nem volt alkalmunk ezeket a segítőinket visszaszereznünk, mondjuk forralatlan tej meg kóstolásával, vagy egyéb eszközökkel. A szarkoidózis, hát ebből tényleg egy egész tanfolyamot lehetne szervezni, mert ez megint el nem sajtosodó granulomáknak a szövettanai mintavételéből történik a diagnózis, a kimutatása, de bejön a radiológiai jellemzőknek a leírása is, és sokáig ugye tünetmentes természetesen, mint minden egyéb konfliktus aktív fázisban. Viszont ami akkor figyelnek fel rá, amikor mi jelenik meg, ugye az általános betegségnek nevezett tünetek, a fáradtság, a köhögés, a légszom, mellkasi fájdalom, bőrelváltozások, szemészeti problémák, ízületi problémák, folytassam. Tehát itt nem, a lényeg az, hogy hány félelmem és hány programom van, és hányat indítok el belőlük, de ha nincsenek lebontó gombabaktériumok a szervezetünkbe, akkor ezek nem fognak elsajtosodni és eltűnni, hanem megmaradnak a szövetszaporulatok. Nos, a lupus erythematózisről, vagy a Sjögren-szindrómáról is beszéltem, és láthattuk, hogy mennyire hiányzik a logikus biológiai gondolkodás abból az akadémikus leírásból, amelyek megjelennek ezeknek a kórképeknek a leírásánál, de mennyire egyszerű és érthető az egész, hogyha tudjuk az öt természettörvényt, és ezek szerint gondolkodunk. Csak címszavakban ugye van természetesen a tüdőnek szarkoidózisa, amihez még tüdőfibrózist is lehet csatolni. Aztán ezt 1961-ben csoportosították, volt egy standardrendszer nullától négyesség mindenig. Aztán van külön szívizomnak a szarkoidózisa, van olyan, hogy neuroszarkoidózis, fejnyakszarkoidózis, orbitális szarkoidózis, kérem szépen, ami különböző részeit érinti a szemnek, van hasüregi, és természetesen van az izomrendszer, csontrendszert érítő szarkoidózis, van külön Löfgren-szindróma, kutánszarkoidózis, stb. Nem akarok itten ennél részletesebben belemenni a dolgokba, de nagyon lényeges lenne, hogy a gondolkodásunkon változtassunk, mert ha azon nem változtatunk, akkor semmi, de semmi nem fog megváltozni. Nos, a következőben esetismertetések kerülnek szóba, és egy 60 éves férfi Svájcból, illetve egy 60 év feletti nő Szolnokról. A 60 éves férfi esetében a feleséggel leveleztem, mert ő magyarországi hölgy, és nyilván a nevét, e-mail címét és telefonszámát nem fogom közölni. A következőt írja nekem, 2019. február 7-én, 10:41-kor éjszaka.
Férjem december végén nagyon erős hát, illetve derékfájásra panaszkodott. Naponta többször volt rohamszerű orvérzése, majd fáradt, levert, étvágytalan, erőtlen lett, a hátfájása miatt sokszor levegőt sem kapott, izmai erőtlenek voltak. Az eddigi új medicina tudásunk alapján az önértékelése omlott össze, itt írja németül, és úgy gondoljuk, hogy a konfliktust is megtaláltuk. Azonban a kórházban azonnal megállapították a multiple mieloma betegséget, és jelenleg Velcade injekciót kap szteroid kapszulákkal. A kapszulát úgy döntöttük, hogy nem veszi be, remélem jól határoztunk. Itthon van, sokat iszik, a konfliktusát megoldotta, és tudatában van, hogy a gyógyulási fázisban van. Úgy megjegyezném, hogy ez a Velcade egy olyan hatóanyagot tartalmaz, ami úgynevezett proteaszoma inhibitor, vagyis a sejtműködésben és a sejtszaporodásban játszik szerepet, vagyis sejtpusztító anyagról van szó, kemoterápia. Kérdésünk az lenne, írja a hölgy, hogy mit fogadhatunk el mieloma multiplex esetében a normál orvostól, és mit nem. Vettek tőle csontvelő mintát is, amely esetében a legkisebb kétségünk sincs, hogy mit mondtak, vagy mit fognak mondani az orvosok. Hátfájása nagyon lecsökkent, miután a szteroidot nem szedi be, így nagyon jó étvágyjal és egészségesen táplálkozik, és nagyon jól alszik. Sokat pihen, rendezi a gondolatait, és rohamosan gyógyul, és szeretnék, ha ez így is maradna. Nagy tisztelettel köszönöm szíves válaszát. Másnap, február 8-án válaszoltam, hogy az orvérzés mindig a bűzkonfliktus-konfliktus aktív szakaszában lép fel, és ha nem lett feloldva egy nagyon-nagyon gyanús ügy, ahányszor ez képbe kerül, mint sin, már konfliktus nélkül is elindul az ornyálkahártya sorvadás, ami erős ingere nyilván orvérzésbe megy át, mert erodálódik az alatt a levő kapilláris. Az, hogy fáradt, levert, étvágytalan, erőtlen, hátfájása miatt sokszor levegőt sem kapott, izmai erőtlenek, ez azt jelenti, hogy gyógyulna, ha hagyná, az önleértékelésből származó hátizmait, és a többi csak következmény. Ez bizonyítja a mieloma multiplex diagnózis is, amikor csak akkor jelenik meg, ha elakadt a gyógyulás a függő gyógyulásban, ugyanis nem oldotta fel érzelmileg a konfliktusát, vagyis nem tudta feleslegessé tenni. Hogy a személyiségében, életművében elszenvedett kudarcokat ne kudarcoknak fogja fel, hanem tanításnak, és köszönje meg hálával a szívében, mert ha ez tényleg megteszi, akkor lezárja a problémot, és befejeződik a függő gyógyulással. Írtam a feleségnek, aki természetesen ezt mind németre a férjének lefordította. És leírtam, hogy a teljes gyógyuláshoz az orvosokat széles hívben ki kéne kerülni, és nem kell komolyan venni mindazt, amit mondanak, és nem beszedni mindazt, amit adnak. A második lépés, hallgatni kéne a Hammeri zenét, az eredetit, és nem a YouTube-ról letölthetőt, mert az hamisítvány is arra ösztönzi tudatalatt a beteget, hogy menjen kemóra. Ehhez természetesen meg kéne nézni az arhaikus varázsdallamról szóló webkonferencia anyagot a weblapról, és utána, ha kérik, az eredeti dallamot megkapják tőlem. Pihenni és enni. 5. pont. Jövőképet kialakítani. Mit teszek másként ezután, mikor már meggyógyultam? Ezt heti bontásban kidolgozni 2019-re. 6. Folyamatosan beleéli magát abba az örömbe, hogy már meggyógyultam, tökéletesen jól vagyok. És ezt hálával a szívében megköszönni. És azt is mondtam, hogy nézzék meg a Miért akad el a gyógyulásunk című előadást, valamint a csont- és vérképzésről szólót, akkor még csak egy mondat erejéig beszéltem a mieloma multiplexről, de a felsorolt javaslatokból ugye kiderült, hogy ahhoz, hogy meggyógyuljon valaki a mieloma multiplexről, úgy nagyjából ezeket a dolgokat kell tudni, amit itt 7 lépésben elmondtam. A következő levélváltás 2 nap múlva történik meg, és a következőket írta a hölgy. Kedves doktor úr, nagyon köszönöm az archaikus varázsdallamot és a használatutasítást is. A jövő héten keddi webkonferenciára be fogok jelentkezni. Figyelem majd a szemináriumok időpontjait is,
Áprilisra még nem láttam kiírást. Minél előbb igyekszem majd bejelentkezni egy szemináriumra, de hála Istennek már elég régóta tudunk a germánygyógytudományról, és eredetiben is sok filmet, videót és irodalmat megnéztem, elolvastam az elmúlt időszakban. Ezzel csak azt akartam jelezni, hogy amikor néztem a videóit, legalább értem, hogy miről beszél. Halkan jegyzem meg, hogy itt Svájcban az egyetlen egy német akadémikus orvos van, aki igyekszik GNM elvek alapján útmutatót nyújtani, de sajnos itt a germán gyógytudomány tiltott, nem lehet róla beszélni, és ha egy orvosról megtudják, hogy foglalkozik germán gyógytudománnyal, vagy netán alkalmazza azt, sajnos ugyanúgy jár, mint Rikegert Hammer doktor úr. Itt legalább olyan erős a gyógyszerlobby, mint az USA-ban. Esély sincs a germán gyógytudomány megismertetésére. Néhány természetgyógyász foglalkozik vele, nekik ugyan szabad, de ők még csak idézőjelbe téve varázsdoktorok, sarlatánok, stb. Sajnos. Még egyszer mindent köszönök, és természetesen örömmel találkozunk valamikor önnel, és ismerjük meg önt és kedves feleségét. Szeretettel. A folytatás február 13-án történik, tehát 6 nappal az első levélváltás után, írja a hölgy, köszönöm levelét. Gondoltam, ha nem gond önnek, elmesélem a legújabb fejleményeket. A férjemmel megegyeztünk, és a múlt hét óta semmilyen gyógyszert nem vesz be, persze az idézőjeles orvosatotta nélkül. A mai onkológiai konzultáción sikerült a férjemet sikerült a férjemmel együtt elmenni, és a kezelő orvosból kipréselni a múlt hét pénteki vérvétel és vizelet eredményeit. Minden eredménye normális értékeknek megfelelő. Azaz a proteinszint, a kálciumszint, a kreatininszint, minden nagyon rendben van. A veseműködés kifogástalan, a cukor, mint mondtam, minden tökéletesen rendben van. Természetesen az egyetlen, ami még nincs rendben, a 71-es értékről 85, illetve 96-ra ment fel a hemoglobin érték, ez alatt a 2 hét alatt. Ez egy nagyon jó eredmény. Azért írtam, hogy kipréselni, mert a jó eredményekről bizony nem beszélt az orvos, hanem úgy, hogy mögötte álltam a monitornál, és kérdeztem rá egyenként, miután a drága lélek némi cinizmussal vegyítve elmondta, hogy az eddigi terápiát nem tudja már javasolni, mert azt a biztosító nem fizeti. Így egy hasonló terápiát fog beállítani, ezzel viszont hetente 2-szer kell menni injekcióra, és a tablettával történő tumorkezelésre. Ez egy horror. És gondolkodjunk el, mondta, na nem most kell rögtön, egy magas dózisú kemoterápiás kezelésen, mert majd annak is lassan eljön az ideje, és már ha nem is a teljes gyógyulást jelenti, de hosszú távú megoldást nyújt, azaz idézőjelbe téve stabilizálja a férjem állapotát. Hát erre más szavakat sem találtunk. Amióta a férjem nem szedi a sok baktérium, vírus és gombaülő gyógyszert, az idézőjeles orvosat utta nélkül, szintén ugyanilyen módon nem szedi a szteroidot, az aszpirin sem, azaz semmit, de hallgatjuk napi 24 órában dr. Rikegert Hammer énekét éjjel és nappal, a kórus éneket. A férjemnek 3 nap alatt szinte teljesen elmúltak a csontfájdalmai, kitűnően érzi magát, és mint eddig jó leszik, és nagyon jól alszik, már hízott is néhány kilót. Azt gondolom, a fentiek leírtak szemléletében egyetért a döntésünkkel, mert szerint a jövő héttől kezdődő őrületet nem kezdjük el, hanem ellenállunk, és nem fogadunk el semmilyen terápiát és gyógyszert. Látja, ön annak értelmét, hogyha a férjem jól érzi magát továbbra is, hogy ne... megnyugodjon. Magyarországra elutazunk, és ott egy magánintézményben, ahol természetesen nem tudnak az előzményekről, csináltatunk egy nagy labort, ott majd látjuk a gyógyulás ütemét. Vajon ön mit javasol? Remélem, nem teszem próbára a türelmét, és nem élek vissza az eddigi szíves segítségével sem. Nagyon hálás lennék egy kis útmutatóért, mozdításért, szakértői véleményért. A történet vége. A beteg hemoglobin szintje áprilisban már 136, vagyis teljesen normális, júniusban 15 kilométert futott, teljesen meggyógyult. A történetnek a
mondjam azt, hogy a csimboraszója, hogy annyit tett a drága ember, hogy kerülte a sineket, vagyis a szüleit, mert velük kapcsolatban élte meg azt a súlyos önleértékelést, ami a háti szakasz lebontását jelentette. De mit ad Isten? Jön az újabb próbatétel, találkozik a szülőkkel, és egy házeladás kapcsán újra megtapasztalhatta, hogy egy idegen a szülei számára fontosabb, mint a tulajdon fiúk. Most ismét gyógyulási szakaszban van. A másik történet az hazai történet, 60 év feletti szolnoki hölgyről beszélek, aki 2017-ben éli meg a DHS-t, ami beindítja a plazmasejtszaporodást. Édesanyjához megy látogatóba, a kórházba, és se őt sem, még az ágyat se találja a kórteremben. Kíméletlenül közölték a halálhírt vele. Ezután labor eredményként igen magas értékű süllyedést, emelkedett CRP értéket találtak, csontbiopszia a mellcsontból, plazmasejt túlszaporodás, és amúgy semmilyen klinikai tünete nincs, leszámítva mindazt, amit a kórházban élt meg. Mint kiderült a beszélgetés során, ez a történet csupán egy sín volt, úgy csapódott be, mint az a történet, amikor elsőszülött gyermekének az elvesztését élte meg, ugyanilyen körülmények között. Bement látogatni a gyermekkórházba, és úgy félvárról közölték vele a halálhírt. A DHS tehát itt élte meg, amikor szertefoszlott az anyai szerepe, mert meghalt a gyereke, az életműve, életének a célja és értelme. Biztos, hogy nem egyetlen konfliktust élt itt meg ez az asszony, de rendbe jött, mert nem járt kivizsgálásokra, rendezte biztos a veszteség konfliktusát is, mert később fia született. És mit ad Isten? 2019. decemberében, tehát ez egészen friss történet, újabb konfliktus, most már a nagyfiával, akinek megvan a 15 éves fia, vagyis az unoka. Méltatlanul viselkedik az édesanyjával, olyan megengedhetetlen, tiszteletlen hangon, hogy most a fiáról és az anyai szerepéről alkotott képet ört össze, de megbeszéltük, és még találkozunk, és ezt fogjuk a folyamatban, a továbbiakban lerendezni. Felhívnám a figyelmet azért némi hasonlóságra. Mind a két esetben a történet valahogyan évek múltán ismétlődött. Az volna a nagyon lényeges dolog, hogy tegyük feleslegessé a konfliktusainkat. Tegyük tisztába az azonosultságainkat, és ismerjük fel a pokoli szerepeinket. És lehet, hogy megint történik velünk valami, ami már déjà vu élmény, már megtörtént, de ahogy ezt felismertük, abban a pillanatban engedjük is tovább szeretettel. Nos, az immunológiára visszatérve, még egyszer kiemelem, hogy elméleti biológia egyik ága, és mindjárt megértjük, hogy miért tartott a medicina, ahol tart. Ezt az immunológia előadásban is elmondtam, hogy egyre drágább és tökéletesebb eszközökkel egyre mélyebben tudjuk figyelni az életfolyamatokat, de milyennek a célja? Egyre drágább és újabb kezelési eljárásoknak a felfedezése, amit szervezet hibás működésének fognak nevezni, figyelmen kívül hagyva az öt természettörvény természetesen. Vagyis nem a valós okoknak a feltárása és megoldása a cél, hanem szöveti szintű kutatás, és ezeket a szövettani leleteket ugye fogjuk a betegség okának tekinteni, ami egy akció-reakció elven keresjük majd a megoldást, és persze a megoldás mindig egyeseknél működik, másoknál meg nem, tehát akkor ez nem tudományos, mert nem reprodukálható. A germán gyógytudományban minden vagy megtörténik 100%-ban, vagy nem történik meg. Tehát nincs olyan, hogy 20%-nál így lesz, és 80%-nál meg amúgy lesz. A kutatásoknak egy része a szervtranszplantációt segíti. Amikor már úgy gondolunk az emberre, mint egy lepukkadt autóra, és alkatrészeket cserélgetünk benne, tehát meg biológiai terápiákat találnak ki, ami majd felváltja
azt a hát minősíthetetlen kezelést, amit úgy hívunk, hogy kemoterápia. Az oltásokat, kérem szépen, de mi ellen akarnak beoltani? Félelem ellen? A cél pedig segíti az eszközt. Ne feledjük el, hogy az ilyen gondolkodásban dolgozó emberek csak ilyen eredményeket fognak számunkra adni. Amint a svájci történetből is kiderült a más studentem méghen hallgatására, döbbenetesen csökkent a csontfájdalom. És azért hozom be ismételten a csonthártya fantom fájdalmát, mert a mielomás beteg igen komoly csontfájdalmakat él meg. A DHS mindig egy brutális elválasztási konfliktus, amit a saját csonthártyában tapasztalunk, ez a csonthártya program, és a fájdalom miatt, vagy egy másnak okozott fájdalma miatt indul el az ektodermális csonthártya program. Majd meglátjuk, hogy miért kell erről külön beszélni. Ez a csonthártya program a konfliktus aktív szakaszban fog fájdalmat okozni, mert ősszájnyálka a hártya szerint működik, és a felhám viszont, mivel az laphám szerint működik, ugye, az érzéketlen zsibbat hűvös. Ez lesz a neurodermitis. Aztán a megoldásban jön az érzéscsökkenés a csonthártyában, tehát akkor megszűnik a fájdalom a csonthártyában, viszont megjelenik a fokozott érzékenység a bőrben. Az epileptoid krízisben megint megfordul a helyzet, és hogyha még szindróma is van, az a tüneteket föl fogja erősíteni. Na most a csonthártya fantom fájdalmát a más studentem nélkül igen intenzíven éljük meg, mert ugye mit élünk meg itt valójában? A felsőképpen konfliktus aktív szakaszban van a brutális elválasztási konfliktus, amiről beszéltem. Ha az önleértékelés megoldásban van, akkor az újra csak fájdalmat fog okozni, és ha még a szüntelenül szenvedő szegény ént is beleteszem, akkor a vesegyűjtő csatorna program miatt a fájdalom még fokozottabb lesz. Viszont ha hallgatjuk a más studenten méghent, akkor mint tudjuk, az a konfliktus aktív szakaszban levő programokat letranszformálja, vagy teljesen leállítja. A letranszformálást látjuk fent a csonthártya programnál, a teljes satúféket látjuk lent a vesegyűjtő csatornánál, és a csontnak a visszaépülését, a rekarcifikációját, azt pedig hát optimalizálja. Ez egy nagyon lényeges hatása a más studenten méhennek. A konfliktus aktív fázisban mint tudjuk, nincsen fájdalom, de ha itt hallgatjuk a más studenten méhent, akkor le fogja állítani a további csontlebontást. A megoldás után pedig biztos lehet benne a beteg, hogy csak addig lesz neki fájdalma, ameddig biológiailag természetesen ez szükséges. Az exudatív fázis kezdetével hallgatja valaki, tehát csak akkor kezdi el hallgatni, amikor elkezd fájni a csontja, vagy bármilyen része, akkor annyit fog hatni ez a dallam, hogy újabb recidivákat nem él meg, és nem termelődik, vagyis nem akad el a gyógyulás ennél fogva, és mivel itt termelődik az a mész, ami majd berakódik a hegesedési fázisban, ezért a fájdalomnak az a célja, hogy immobilizáljon, vagyis maradjunk veszteg, maradjunk nyugton, maradjunk az ágyban, és mondjam azt, hogy készüljünk fel arra, hogy hamarosan meggyógyulunk. Ezt a fájdalmat, ami itt megjelenik, ugye ezt valahogyan ki kell bírni, de nem tart ez a fájdalom örökké. Az említett esetben 3-4 napot tartott a fájdalom, eltarthat akár 2 hónapig is, de a legsúlyosabb esetben is rövidebb, mint 3 hónap. És ez alatt az idő alatt nem szabad morfiumot, vagy ehhez hasonló szintetikus kábító fájdalomcsillapítót bevenni, mert az életükkel fizetnek az emberek értük, nem egy ilyen esetet ismerünk. Amikor kétoldali csontfájdalom van,
akkor nyilvánvaló, hogy ez a fájdalom egy bestiális fájdalom lesz, de a megfelelő, hát hogy mondjam, a beteg lelki vezetésével, illetve nem magára hagyvatva az illetőt, megértve, átsegítve azon az 5 napon, amíg tart ez a bestiális fájdalom, adnak az örömében, hogy ez csak 5 napot tart, ez azt jelenti, hogy minden, de minden utána rendeződik. A Hammer doktor eskütételt helyettesítő nyilatkozata a Más tületen Méken című könyvben megtalálható, ezt mindig újra és újra felolvassuk, hogy tudjuk, hogy mi Hammer doktor hagyatéka, és hogy mi ehhez tartjuk magunkat. Kedves betegeim, ma egy isteni ajándékot adok nektek. A Más tületen Mékent, az ősi archaikus dallamot, ami ingyenesen le lehet tölteni, hogy minden beteg élvezhesse ezt az isteni ajándékot, az Archaikus Melódiák című könyvből. A Más tületen Mékent szövegének és dallamának szerzőjeként minden betegemnek át szeretném ajándékba nyújtani ezt a mágikus erejű dalt, és megtiltom az eredeti dal bármiféle megváltoztatását, amit én személyesen szentnek és gyógyítónak tekintek, és megtiltom a dal bárminemű kereskedelmi értékesítését. Hát a helyzet az, hogy nem tölthető le ingyen Hammer doktor weblapjáról ez a dallam, viszont aki tőlem kéri, az megkapja méghozzá az eredetit. Az, ami eredetinek van, az feltüntetve az interneten, kérem szépen, tessenek utána nézni. A Más tületen Méken a gyakorlatban című előadásban ott van a fényképe a hangelemzésnek, amit egy hangmérnök készített el és küldött nekem. Külön az eredeti dallam Gerd énekel címmel, és külön az, ami az interneten található. Nem csak a képi anyag szembetűnő, hanem a hatásban is hatalmas különbség tapasztalható. A germán gyógytudomány tehát alapot ad a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez is. Rájövünk, hogy a betegségeink nem azoktól a tényezőktől függnek, amelyeket eddig nekünk elmondtak, hanem csak attól függ, hogy hány feloldatlan lelki megrázkódtatásunk, konfliktusunk van, és az a kérdés még, hogy hány konfliktust halmozunk. Mert ha halmozzuk a konfliktusokat, akkor a konfliktusok halmozásával személyiség, változás és hangulati változás fog beállni. Azt is jó lenne tudni, hogy amikor a valós okokkal foglalkozunk, vagyis a fel nem oldott lelki érzelmi konfliktusokat feltárjuk, érzelmileg lezárjuk, akkor nem lesznek ebből további betegségek, és nem a következményeket kezeljük egy életen át. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető. Nos, kérem szépen, a reprodukálhatóság az alapvető kérdése a mai medicinának, és orvosi szaklapból kimásolt cikket fogok megjelentetni a weblapon, amiben pontosan erről van szó, hogy sötét utakon jár a tudomány. Nem statisztika és nem állatkísérlet az, amire a medicinának kéne támaszkodni, hanem az 5 természettörvényre. A statisztika az egy fantasztikus megoldás, módszer a gazdaságtanban, a társadalomtudományban és minden másban, ami nem biológia. Az állatkísérletekre pedig semmi szükség nincs, hiszen az állatok is a saját konfliktusaikat élik meg, és annak megfelelően fognak reagálni. Tehát abba kéne hagyni az állatok kínzását és megölését. Egyszerű, logikus, mindenki által megérthető, megtanulható, a lényeg mindenki számára érthető. Még egyszer mondom, nem kell belemenni a vérképbe, nem kell belemenni mindenféle elemzésbe, az kéne minden beteg tudja, hogy hogy éljek úgy, hogy meg se betegedjek. Erről is van webkonferencia anyag, csak kérdés, kinek van ideje megnézni, hogy miért élünk meg konfliktusokat, és hogyan tudnánk konfliktusok nélkül élni. A Más tületen Mékent azoknak tudom elküldeni, akik
egy e-mailt írnak nekem a weblapon keresztül, tessenek az e-mail címet pontosan beírni, a válaszlevélben, csatolmányban kapja meg mindenki az eredeti dallamot. Köszönöm mindenkinek a figyelmét. Nagyon köszönöm, Karesz, ezt a fantasztikus webkonferenciát. Én azt hiszem, hogy nagyon sokunk okulására, tanulására, és remélem megegészségesedésére is váltak ezek az információk. Szokásomhoz híven, mielőtt nekifognánk a fórum résznek, ahol a kérdésekre válaszolsz, elmondanám, hogy mikor és hol tudunk legközelebb találkozni.